Nyírségi polgármesterek, helyi vállalkozók és a civil szféra képviselői találkoztak Nyírbogáton a Városházán, ahol a Kelet-nyírségi Foglalkoztatási Paktum projektzáró rendezvényét tartották. A projekt 2017-ben a TOP keretében indult, ugye ez a területi operatív program keretében egy 250 milliós támogatásban részesült a térségünk. Konzorcium keretében valósítottuk meg a projektet. A konzorciumnak a tagjai közé tartozott a kormányhivatal, a Nyírbogáti Város önkormányzata és a Kelet-nyírségi Kistérségi Társulás. Amint arra Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke is rámutatott, bár hasonló támogatási formák már korábban is működtek a vármegyében, ez egy teljesen új struktúra volt, mivel a korábbi kínálat alapú foglalkoztatáspolitikát felváltotta a kereslet alapú megközelítés. A paktum egyszerre segítette a hátrányos helyzetű álláskeresőket és a foglalkoztató intézményeket, vállalkozásokat, emelte ki Baracsi Endre. Ennek a fő célja az volt itt a Vármegyében is, hogy valóban tudjunk hatékony eszközöket adni mind a foglalkoztatóknak, vállalkozásoknak, és mind pedig azoknak a foglalkoztatottaknak a kezébe, akik aztán valamilyen szempontból abba a célcsoportba tartoztak, amelyet valamelyik paktum éppen megcélzott. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a területfejlesztési operatív program egy sikerprogrammá vált a térségben. A választókerületünkben két foglalkoztatási paktum működött, az Ernyő paktumon kívül, a megyei paktumon kívül, egy a Nagykállói, a másik pedig itt a Nyírbátori térségben, Nyírbogát vette kezelésbe ezt az ügyet, annál is inkább, mert hogy a kistérségnek a székhely települése. Román István főispán beszédében hangsúlyozta, a paktum szervezetek tagjainak együttműködésének köszönhetően javultak a térség foglalkoztatási adatai. A program indult 7-8 évvel ezelőtt, a munkanélküliség például jóval nagyobb probléma volt, mint amilyen probléma jelenleg is. Van mit tenni, nyilvánvalóan ezen a területen is. Szükség van újabb munkahelyekre, jobb minőségű munkahelyekre, szükség van beruházásokra a Vármegyében, de a foglalkoztatási helyzet az már sokkal jobb, mint volt korábban. 2018 és 2023 között a Paktum programba 476 főt, 205 férfit és 271 nőt sikerült bevonni, akik közül a legfrissebb adatok szerint 160-an maradtak a munkaerőpiacon. A kormányhivatal adatai alapján a térségben a munkanélküliség 5% alatt van.